felállás, a gazdaság átadási pályázat, ami kíváncsiak leszünk, hogy hogy találkozik majd a gazdálkodó igényekkel, de reményeim szerint fogja tudni segíteni azt a folyamatot, ami egyébként nem nagyon odázható már el a magyar agrárgazdaságon belül. Összemérkeznek a vidékfejlesztési településfejlesztési pályázatok, és az év végén jön majd egy újabb beruházás típusú pályázati csomag. Itt a precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó fejlesztések, illetve a terménytárolás és a terményszállítás az, ami fókuszba fog majd kerülni. Ugye évvégén lejárnak az AKG-s pályázatok, már zajlik az egyeztetés, mert az a cél, hogy január 1-től induljon az újabb. Itt a korábbiaknak megfelelően nem 3-5 éves ciklusra kell számítani, legalábbis a mostani tervezetben ez néz ki. És ugye említettem, valóban van forrás fél típusú pályázatokra, tehát aki nem követel nagy-nagy hibát, én azt gondolom, nem vállalok nagy kockázatokra, azt mondom, hogy jó eséllyel be is tud kerülni az AKG-s körbe. A beruházási pályázatoknál annyi információt szeretnék mondani, hogy ezek két évente ismétlődni fognak. Tehát, hogyha valaki most egy kertészeti beruházással úgy van, hogy hát nem igazán aktuális, jó volna, de mondjuk az előző beruházásnak még a pénzügyi terheit nem sikerült rendezni, vagy egyéb más körülmény miatt nem aktuális neki, akkor úgy kell készülni, hogy a most kiírt beruházási pályázatok 26-ban és 28-ban is kiírásra kerülnek. Tehát nyugodtan lehet azzal kalkulálni, hogy ennek lesz egy két éves ritmusa, tehát lehet számolni azzal, hogy ezek a pályázatok, ha nem is szó szerint ugyanabban a formában, de tartalmukban ismétlődni fognak. A pályázati kiírásoknál általában a kiírást követő 60 nap után nyílik meg a beadásnak a lehetősége, tehát nem kell kapkodni, van lehetőség és idő megismerni a kiírási feltételeket. A komplexebb beruházásoknál ez inkább 90 nap lesz, mint 60, de lesz idő ezzel kapcsolatban tájékozódni, adott esetben minden információt begyűjteni. A támogatási intenzitása az alapesetben jó megszokott 50%-os mérték lesz. Ez bizonyos esetekben emelkedhet. Mondjuk egy fiatal gazda nyújt be, vagy egy gazdaságátadás kapcsán nyújtanak be pályázatot, akkor ott nem 50%, hanem plusz 15, vagyis 65% a támogatási intenzitás, tehát mindössze 35% lesz az önerő. 50%-ot meghaladó támogatási intenzitást lehet elérni abban az esetben, hogyha a gazdálkodói összefogásról beszélünk, vagy egy ökológiai gazdálkodó nyújt be pályázatot, akkor az plusz 10%-ot ér támogatási intenzitásban, az 50%-on túl, tehát ott 60%-os támogatási intenzitással lehet kalkulálni. Az öntözési beruházásoknál lesz 70%-os, a nem terhelő beruházásoknál pedig lesz 80%-os támogatási intenzitás is, de ezek inkább a kivétel kategóriába tartoznak, mint az általános tudnivalók közé. A támogatási intenzitás bizonyos esetekben 50% fölé mehet akkor is, hogyha valaki nem tudja azokat a feltételeket teljesíteni, amiket az előbb említettem. Ugyanis a beruházáshoz felvett hitel kamata, az az elnyert támogatási intenzitáson felül szintén támogatásként igényelhető, abban az esetben, hogyha ezzel nem lépjük át a 65%-ot. Tehát egy fiatal gazda esetében, aki már alapból eléri a 65%-ot, ott ez nem áll rendelkezésre, de mondjuk egy társas vállalkozás kapcsán, ahol ugye nyilvánvalóan nem tud mondjuk fiatal gazda státuszt produkálni, ott van lehetőség arra, hogy az 50%-on túl kvázi ingyen hitelt elérve a kamat terheket a BP-ből le tudja hívni. Szintén a finanszírozási lehetőségeket fogja segíteni az, hogy előleg igénylésére is lesz lehetőség, és a korábbiaktól eltérve nem csak elméletileg, mert korábban is volt erre lehetőség, hanem a gyakorlatban is. Ugye korábban az volt a gyakorlat, hogyha valaki be tudta mutatni, hogy neki van annyi pénze, mint amennyit előlegként fel akar venni, akkor adtak neki előleget. De ez nem volt túl népszerű programrész. Most azonban jóval könnyebb lesz előleghez jutni. Az ökölszabály az, hogy az elnyert pályázatnak a 25%-a előlegként lehívható lesz.
Nyilván nem a végtelenségig, körülbelül egy ilyen 500 millió forintos felső limit lesz. Fermal államtitkár azt mondta, hogy szeretnének egy felső határt húzni, hogy azért annyi pénzt ne adjanak senkinek, hogy mondjuk egy Kalmár-szigeteki életük végéig szóló nyaralásra belevezzen a megkapott előleggel, hanem valóban azt a cél szolgálja, hogy, hogy a beruházások megvalósítását próbáljuk meg könnyíteni vele. És azt mondom, hogy adminisztratív könnyítésre van jelentősége, hogy a bázisrészszám tartási kötelezettség is megszűnik. Tehát, hogyha valaki egy beruházás előtt X fővel vitte a vállalkozását, akkor az nem elvárás, hogy a beruházás végén vagy azután is ugyanezzel a létszámon működjön. A mai munkaerőpiaci körülmények között az egyrészt nem a reális elvárás, a másik oldalon meg sok esetben azért hajtunk végre a beruházást, hogy munkaerőt váltsunk ki vele, hogy hatékonyabbak, pontosabbak tudjunk lenni. Pályázatokról dióhéjben ennyit, és néhány gondolatot egy kicsit az európai helyzetről, de nyilván az is fontos számunkra, sőt, azt gondolom, ha valakinek fontos, nekünk fontos, hisz az Európai Uniós szinten meghozott döntések, ha van olyan ágazat, amelyet nagyon érint, akkor a mi ágazatunk az egyértelműen ilyen. Tehát nekünk a napi gyakorlat szintjén tud fájni, hogyha Brüsszelben valami őrültséget álmodnak, és mostanában is sikerül nem egyszer ilyen sötétzöldeket álmodniuk, amiket aztán utána nekünk kell elszenvedni. A gazdatüntetések, amik Európában zajlanak, én azt gondolom, hogy elég jól visszatükrözik azt, hogy az a politika, amit az előző, és a most még éppen regnáló mandátum a végén járó parlament, illetve bizottság vitt, tehát ez a politikai zsákutca. Erre nem lehet tovább menni, mert ez a gazdák teljes ellehetetlenüléséhez fog vezetni. Itt a gazdaellenes hangulatkeltés az szinte napi gyakorlat szintjévé vált, és így a termelés ellehetetlenítését szinte kifogyhatatlan ötlet halmazza próbálták elérni. Ugye ennek az egyik ilyen jelképe az úgynevezett Green Deal, vagy magyarul zöld megállapodás, ami ugye már azzal indult, hogy a neve is egy hazugság, mert ez nem egy megállapodás, mert senkivel nem állapodtak meg, ez néhány zöld szervezet hozta a tető alá, és bizony az viszont már az európai döntéshozatalnak a szégyene, hogy egy ilyen jelentőségi dokumentumot úgy fogadtak el, hogy nem készült ezzel kapcsolatban hatástanulmány. Tehát igazából fogalmuk nem volt, hogy ez a döntés ez milyen következményekkel fog járni. De egyébként józan észre végig gondolva azért lehet egy sejteni, hogy ennek következményei lesznek, és ami ami a döbbenet, hogy az első hatástanulmány nem is Európában készítették el, az Egyesült Államok Agrárminisztériuma, az USDA volt az, amelyik az első hatástanulmányt nyilvánosságra hozta, és hát senkit nem lepett meg, aki azt gondolom józan paraszt észre gondolkodik, hogy abban leírták feketén-fehéren, hogy ennek az úgynevezett Green Dealnek az lesz a következménye, hogy az európai export lehetőségek szűkülni fognak, bizonyos termékekből importra fogunk szorulni, a termelésünk visszaesik, az önköltségünk emelkedni fog, és nagyon sok gazdálkodó abba fogja hagyni ezt a tevékenységet. Ezt leírták. Utána néhány európai egyetem is ugyanerre a következtetésre jutott. Innentől kezdve azért el kell gondolkodni azon, hogy milyen érdekek mentén hozzák meg ezeket a döntéseket. Ugye ennek a programnak egy fontos része volt, hogy csökkenteni kell a felére a növényvédőszer felhasználást. Az már egyébként önmagában vicc volt, hogy úgy gondolták, hogy a hollandoknak is a felére kell csökkenteni, meg nekünk is. Tehát a hollandok a felére csökkentik, még akkor is háromszor annyit használnak fel, mint mi most. Tehát ez is egy döbbenetes logika mentén alakult program volt, de elnézést, de maga az elv is egy őrültség, hát senki nem azért permetezve van plusz pénze, amit kifröcsköljön a határba, hanem azért, mert valamilyen célt akar azzal elérni. És az, hogy a növényvédőszereket vonják ki, egyébként sok esetben már nincs mivel dolgozzunk, lassan már csak a szentelt víz van, amivel kezeljük a növényeket, de hát azért nem biztos, hogy erre kell minden esetben hagyatkozni. Az állattenyésztők megzárása egy külön sort érdemel, tehát ők úgy gondolják, hogy az állattenyésztés a szinte most már önmagában felelős a teljes klímaváltozásért, és abszolút állattartás, le is kell számolni vele. Egyébként a holland vidékfejlesztési programban ezt így megpróbálják apró pénzre váltani. Ott az állattenyésztés kapcsán olyan pályázati kiírások vannak, hogy a gazdáknak azért adnak pénzt, hogy hagyják abba az állattenyésztést, és soha többet ne is csináljanak ilyet. Tehát erre adnak pénzt nekik.
Tehát ott teljesen más a hozzáállás a gazdálkodókhoz, alapvetően az a cél, hogy szűnjön meg úgy általában az állattenyésztés. És hogy azért ne maradjon az ember fehérje nélkül, ugye itt ajánlatják nekünk a laborhúst, a rovarfehérjét, meg még a jóisten tudja, mivel állnak elő, ami úgy gondolom az európai kulturális közegben egy teljesen abszurd felvetés. Nyilván én nem gátolok meg senkit abban, hogy ilyeneket tegyen, de én nem gondolom, hogy ezt kell általánosan népszerűsíteni. Tehát nem véletlen tehát, hogy forrong a teljes európai gazdatársadalom, most már ott tartunk, hogy könnyű felsorolni azokat az országokat, ahol nem volt demonstráció. Többségében volt, még a nem túl haragos természetű svájci gazdákat is végrehajtották azt a bravúrt, hogy demonstrációra ösztökélték. Egyébként rendkívül sikeresen egy csapatba toborozták össze az európai gazdákat. Milyen kár, hogy pont a programjuk ellen sikerült ezt, mennyivel szebb politikai teljesítmény lett volna, hogyha a politikai programjuk mellett tudtak volna ilyen egységet létrehozni. És az első, mi az első között demonstráltunk, akkor még ennek nem volt ekkora visszhangja. Ugye itt az Ukrajna felől érkező árudömping az minket ütött meg először, mondjuk így a frontországokat, hiszen az a meghatározás most már ilyen köznyelvi formulává lett. Tehát azokat az országokat, akiknek közvetlen határkapcsolatuk van Ukrajnával, mert bizony az Ukrajna politika is meglehetősen rosszul sikeredett az Unió részéről, és hát mi éreztük először, hogy itt a lehetetlen küldetés az, amivel nekünk meg kellene birkózni, hisz olyan áron érkezik az ukrán élelmiszer, gabona, baromfi, tojás, és még lehetne sorolni, amivel mi nem tudunk versenyezni, mert ránk olyan szabályok vonatkoznak, hogy mi nem tudunk ilyen olcsón előállítani, a mi költségszerkezetünk nem tud pont az Európai Unió szabályoknak köszönhetően olyan alacsony lenni, mint amilyen az övüké. Ugye akkor még egy kicsit olyan együttérzően, de kellő távolságtartással figyelték a nyugati gazdatársak a mi kínlódásunkat, aztán ezért lassan változott a helyzet. Mindemellett én azt gondolom, hogy mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a kormánnyal mi képesek vagyunk normálisan kommunikálni, és amikor elmondjuk a problémáinkat, akkor igyekszik a kormányzat azt megérteni, és arra érdemben reagálni. Nem mondjuk a németeknél, ahogy nem is nagyon lehet mást várni egy zöld párti vegetáriánus agrárminisztertől. Tehát ott nyilván ő teljesen más szemüvegen keresztül nézi a világot. Aztán ugye voltunk újra az Áhonyban idén is, február 9-én, annak ugye elég konkrét oka volt, annak az volt a kiváltó oka, hogy ugye lejár bizonyos, tehát évente meg kell újítani az uniós jog szerint az Ukrajnának nyújtott kereskedelmi kedvezményt. Ugye ami azt jelenti, hogy hozhatok bármit, bármennyi, bármekkora volumenben. És ugye amikor arról volt a beszélgetésről, akkor meg lehet-e ezt egy újabb évvel hosszabbítani, hogy az Európai Bizottság az ukránokkal egyeztettek, az érintettekkel nem, tehát ez önmagában már figyelmeztető jel volt. Arra meg az elhatározásra jutottak, hogy minden további nélkül meg lehet hosszabbítani ezt a kereskedelmi kedvezményt, amit az ukránok kapnak, mert hogy, tessenek figyelni, megszűntek a piaci anomáliák. Érték? Tehát most már újra jó ára van mindennek, hogy könnyű is eladni. Tehát ezt volt pofájuk bejelenteni, hogy megszűntek a piaci turbulenciák, úgyhogy nem is értik, hogy mi miért kekeckedünk, de egyébként is most már nem nyakló nélkül lehet behozni, hanem lesz egy bizonyos szint, amit hogyha meghaladnak, akkor újra kell vámot fizetni. Igen ám, de a javaslat az az volt, hogy a 22-23-as behozatal szintjét, amennyiben meghaladja, akkor kell ilyet fizetni. Hát annál fizikailag nem lehet többet behozni, mint amit tavaly meg tavaly előtt behoztak. Tehát ez egy cinikus válasz volt. Ezt persze le lehet írni egy papírra, egy levél válaszban, hogy igenis mi mindent megteszünk a gazdákért, mert például bizonyos felső korlátot állítottunk. Ez egy politikai blabla volt, és azt gondoltuk, hogy na, ezt valamilyen formában jelezni kell, hogy ezt a cinikus hozzáállást ezt nem toleráljuk. Ezért mentünk február 9-én számomra, és köszönöm, aki egyébként elkísért oda bennünket. Aztán a visegrádi országok szintjén is
szerveződött demonstráció, és szóba került egyébként egy összeurópai demonstráció is, de az igazság, hogy itt arra jutottunk végül, hogy tavasszal nem kéne demonstrációkat szervezni, mert szerintem a gazdálkodók többsége inkább a saját gazdaságával van inkább ilyenkor már elfoglalva. Ukrajna tehát úgy kap jogokat, hogy semmilyen kötelezettsége nincsen, ennél még az is jobb, ha valaki uniós tag, mert ott legalább számon lehet kérni, rajtuk semmit nem kérnek számon, ők használhatnak GMO-s vetőmagokat, ők használhatnak olyan növényvédőszereket, amiknek mi ma a nevét is elfelejtettük, de persze nagyon olcsó és rendkívül hatékony, és ugye nyilvánvaló ott azért a, egyrésztről a termőhelyi adottságok, az ugye híres az ukrán termőföld minősége, meg ugye a mérethatékonysági előnyök is azért tetten érhetőek, viszont azért nem ritka a pár százezer hektáros gazdaság, amit azért mérethatékonyság oldaláról nem könnyű, nem nehéz kitalálni, hogy egyszerűbb jól menedzselni. És hát azt látjuk, hogy alapvetően a brüsszeli bürokraták azok nagy ívről tesznek arra, hogy mit gondolunk és mivel kínlódunk, és amikor próbáljuk megérteni, hogy ezek a döntések miért születnek, akkor az ember először azt gondolja, hogy dilettánsok, tehát hogy egész egyszerűen buták, nem értik a világot. Az a rossz irányban, hogy a fenét nem értik. Tehát ezek rendkívül okos emberek, de akkor miért csinálják ezt? És akkor így érdemes elemezni, hogy kinek segítünk és miért. Ugye az ukrajnai belső fogyasztást azt javarészt az ukrajnai kis parasztok biztosítják, és az exportot azt ezek a gigacégek menedzselik. Tehát ezek a vállalkozások, ezek valóban adott esetben meghaladják a 500 000 hektárt is a legnagyobbak. Ezeknek, ha megnézzük a tulajdonosi szerkezetét, akkor azt látjuk, hogy a 10 legnagyobb ukrán mezőgazdasági vállalatból 9 az nem Ukrajnában van bejegyezve. Tehát azok nem ukrán cégek. És ezeknek a vállalkozásoknak a tulajdonosi szerkezetét, hogyha már amennyire ezekben az offshore rendszerekben nyomon lehet követni, akkor azt látjuk, hogy a norvég királyi család alapjától elkezdve az amerikai nyugdíj alapokig itt minden van. Tehát jellemzően nyugati tőkés befektetések azok, akik birtokolják ezeket a vállalkozásokat, és egyébként ez egy nagy-nagy fájdalma, megjegyzem az ukránoknak is. Egy ukrán szerző tollából olvastam nem is olyan régen egy feljegyzést arról, hogy ők ezt hogy élik meg, ők ezt teljesen bele vannak betegedve, egyébként teljesen megértem, hogy ők úgy gondolták, hogy a termőföld, ami nekik rendelkezésre áll, az a saját országunknak az egyik kitörési pontja lehet, és ugye most ugye a Majdan téli tüntetés után egész egyszerűen az úgy kormányra került nyugatról támogatott politikai elitet rákényszerítették arra, hogy kezdjék el eladni ezt a föld tömeget. Úgyhogy több millió hektár termőföldet adtak el jellemzően ezeknek a vállalkozásoknak. És hát ezt nyilván ukránként valószínűleg rosszul éli meg a többség, nyilván nem az, akinek jutott belőle, de a többség az úgy érzi, hogy a jövőt az államosították el. No, tehát itt tartunk ha megvizsgáljuk az ukrán termelési szerkezetet, akkor körülbelül ezt látjuk magunk előtt, és azért ez okot ad arra, hogy következtessünk bizonyos lobby folyamatokra, hogy ezeknek a vállalkozásoknak, akiknek ugye nyugati tőkealapok a tulajdonosai, igyekeznek olyan helyzetet előállítani, hogy az ott megtermelt élelmiszert az képesek legyenek értékesíteni valahol. Na most azok a döntések, amik Brüsszelben születtek, azok rendkívül érthetetlenek, ha fogalmazza ki. Tehát sikerült abban a helyzetben hozni, hogy Oroszország nemhogy importra szorul Európából, hanem eljutottunk oda, hogy Oroszország szinte minden jelentősebb élelmiszeripari termékből exportálni fog. Gabonában az a helyzet, hogy 11-12 év alatt eljutottak oda, hogy import pozícióból most egész egyszerűen elárasztják a világot. És mivel nekik a mezőgazdaság az nem egy jövedelemtermelő ágazat,
Ezt egyébként a Putyin egy helyen le is nyilatkozta, hogy ők azért álltak neki fejleszteni a saját gazdaságukat, mert az Európai Unió azzal revolverezte őket, hogy nem kaptok tőlünk élelmiszert. Ezért ők belekényszerültek abba, hogy akkor jó, akkor nekünk kell ezt előállítani, és nekiálltak egy majdnem 15 éves fejlesztési programnak, amit egyébként idő előtt befejeztek. És most ott tartunk, hogy az oroszoknak 64 millió hektár termőterületük van, és van még 24 millió hektár, amiben még eke nem lett éve. És az a helyzet, hogy ha a globális felmelegedés, amivel mi küzdünk, az tovább folytatódik, akkor mindenki képzelje el maga elé Oroszországot a térképen, és gondolja végig, hogy mondjuk 50 kilométerre feljebb csúszik az a terület, ahol mondjuk buzát lehet termelni, az hány hektár fog jelenteni Oroszországban. Kamcsatkától a Baltikumig. Tehát óriási tartalékaik vannak, és mivel az oroszoknál a gabona ágazat az nem a jövedelemtermelő ágazatok közé tartozik, politikai eszközként használják. Egyértelműen tetten érhető az, hogy az ukránokat az volt a céljuk, hogy az összes piacukról kiszorítsák. Ingyér is adták a gabonát az afrikai térségben az oroszok. Akár ellentételezés nélkül. Nyilvánvalóan kettős célt értek el ezzel, egyrészt az ukránokat kiszorították a tradicionális piacaikról, a másik oldalon meg politikai befolyást szereztek azokban az országokban, ahova ingyen vittek gabonát. De most is adnak el 100 eurós tonna áron bárkinek, szinte a világon gabonát. És még egyszer mondom, nekik ez nem jövedelemtermelő ágazat. Őnek az energia az, ami érdekes. És gondoljuk el, hogy ott, ahol a kőolaj meg a földgáz végtelen mennyiségben rendelkezésre áll, mennyire adják a műtrágyát. Nem 100.000 forintért, szerintem 10.000 forintért, hogyha forintra számoljuk. Tehát egész egyszerűen azt jelentsük ki, az oroszoknál olcsóban senki nem tud most gabonát előállítani a világon. Úgyhogy egyébként a termés átlaguk 1,9 tonna per hektár most. Tehát, hogyha itt, ha csak egy kicsit is javulnak, az még egy jelentős lökés lesz a kínálat oldalán. Úgyhogy az ukránok kiszorultak a piacaikról, és megpróbálnak helyet keresni a termékeiknek. Az Európai Unió pedig volt annyira dilettáns, hogy segítsük az ukránokat alapon, inkább beengedte az Európai Unió ezzel a termékeket, az sem érdekelte őket, hogy ezzel egyébként a saját mezőgazdaságát teszi tönkre az Unió. És ezért van itt. És azért kezdtek el tüntetni a francia gazdák is, mert amikor elindult újra a fekete-tengeri kereskedelem, akkor oda jutottunk, hogy a kimenő gabona ugye ott volt már a kikötőbe, de hova menjen? Hát hova ment? Ment a spanyolokhoz, ment a franciákhoz, ment a hollandokhoz, meg ment a skandináv területekre. Ugye a francia gazdák azzal találkoztak, hogy a spanyol állattenyésztők, akik évtizedeken keresztül megvették a gabonájukat, most nem tartanak igényt rá, mert hozzájutnak az olcsó ukránhoz. És akkor hoppá, hát kiderült, hogy ez nem is olyan nagy marhaság, amit itt a keleti részeken a gazdák mondanak az unión belül, mert tényleg itt van az ukrán gabonanyagunkon. Úgyhogy a tüntetések egyik kiváltó oka ez volt, hogy bizony ők is szembesültek azzal, hogy elér hozzájuk, elér az ő térségükbe, az ő piacaikra is, ami Ukrajnában előállításra kerül. És akkor még egy záró gondolatkör arról, hogy mi történik most. Ugye azt látjuk, hogy az Európai Bizottság most próbál, ugye a tanács nemrégiben fogadta el azokat az enyhítéseket, amelyeket a bizottság tett, ugye kezdenek visszakozni. Ugye félnek attól, hogy az az álmokutás, amit csináltak, annak politikai következménye lesz. Tehát azért az elgondolkodtatta őket, hogy az európai gazdatársadalom szinte egészen forrong, már mindenhol gazdatüntetések vannak, és tehát az emberek többsége is felteszi azt a kérdést, hogy hogy van az, hogy itt mindenhol tüntetnek? Tehát itt tényleg gond lehet, hogyha most már nincs olyan térség, ahol a gazdálkodók ne zúgolódnának, és hogyha az emberek megértik azt, hogy egy ilyen versenyhelyzetbe állítják bele az európai gazdatársadalmat, annak szörnyű következményei lehetnek. És nyilván nem csak a termelők oldaláról, hanem egy fogyasztó szemével nézve is, azért az egy teljesen más világ, amikor úgy tud bemenni a boltba, hogy magabiztossan levehet bármit a polcról, mert meggyőződéssel vallja azt, hogy az a termék az egy nyomókövetett, az egy biztonságos körülmények között előállított élelmiszer, és mindenféle lelki trauma nélkül oda teszem a gyerekem tányérjára.